Poroc. Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a nézőket a Stábiskola első adásában. A két hetente új programmal jelentkező műsorunk a HSC Stábiskola hallgatóinak anyagait mutatja be önöknek. Ma este többek között Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas operatőrrel Cannes-ban készült riportunkat láthatják. Jó szórakozást kívánunk! Amikor elkezdtem ezt az iskolát, álmomban sem gondoltam volna, hogy eljutok a Cannes-i filmfesztiválra. Tizenhárom óra utazás után 10 percet kaptunk a fesztivál szervezőitől, hogy riportot készítsünk Zsigmond Vilmossal, a Magyar Operatőrök Társaságának legendás operatőrével. Nagyon sokak gondolkodásának a végére, hogy legyen ez, mint legyen valami, ami maradandó. És ezt most úgy fogjuk hívni ettől kezdve, hogy a legenda díj. Ezek az emberek az említettem mindig legendák. Legendát szültek a filmművészetben, legendát szültek a mi körünkben és a világon mindenhol. Kovács László, a Zsigmond Vili, és természetesen a mi fantasztikus mesterünk, Gyuri bácsi. Tudjátok, hogy több mint 50 évig, azt hiszem itt nagyon sokan, akik az asztalán ülnek, szinte mindenki, ugyanabban a Maki nevű műteremben töltötte éveit, és próbált megküzdeni a térrel és a fényekkel, és próbálta dédelgetni a terveit. Először született meg egy-egy kocka, filmen, és még emlékszem a labor illatára, minden híd megmaradt közöttünk. Azon a hídon mindenki lógott, azon mindenki küzdött, és próbált megfelelni egy feladatnak, pont a másiknak, amiről a másiknak segített éppen. De ez maradjon a mi hídunk, és ebből ezek a kis darabkák összeállnak az emlékünk. Nagyon meg vagyok, illetve ilyen díjat én még soha nem kaptam. Kaptam már sok díjat, Amerikában is, máshol is, de ilyen díjat nem kaptam. Elsősorban örülök, mert a HSC-től kaptam. Hungarian Society of Cinematographers. Már nagyon neves lett egész világon. Másodszorban nagyon örülök, mert együtt lehetek Illés Gyurival, Tóth Janóval, és főleg azért nagyon örülök, mert Laci is kapott már sok díjat, én is kaptam sok díjat. Együtt soha nem kaptunk díjat. És mi... Mi tulajdonképpen majdnem, hogy testvérek is lehetnénk, mert együtt mentünk ki Amerikába, együtt szenvedtünk 10 évig ahhoz, hogy bejussunk a filmszakmába, egymást segítettük állandóan, nem mint máshol, emberek egymás ellen dolgoznak és próbálják a filmet maguknak megkapni, mi mindig egymást segítettük. Ha én nekem volt valami és nem tudtam elvállalni, akkor az a munka ment a Lacihoz. A Lacihoz ment a munka, az jött én hozzám. Így kaptam tulajdonképpen azt a filmet, ami a jövőmet elősegítette, például a Mekében Mrs. Millert, amit a Lacinak volt felajánlva, ő neki már más munkája volt, tehát én kaptam a munkát, és abból lettem én egy operatőr, és a Laci pedig az Easy Rider-ral. Szóval mi egymást segítettük állandóan, és nagyon örülök, hogy együtt lehetünk. Yeah.
Hogy jutottál erről a szerepre, hogy ide gyere? Láttam, hogy kapod ezt a díjat, beszéltem Bernáttal, Jacques-kal, hogy jönnek, és lejöttünk meg a kocsival az iskolásaimmal, hogy csinálhassam a kocsit. Mindig bántott az, hogy én röghöz voltam közve Budapesten, és jött a forradalom, és akkor elhatároztam, hogy kijövök. De álmomban, tényleg álmomban se gondoltam volna, abban az időben nem lehetett még gondolni se arra, hogy utazzen az ember, és kijusson az országba. Azt a 4 évet, amit a főiskolán mi Budapesten tanultunk, azzal a módszerrel, hogy a tanárok azok a legjobbak voltak, ugye? Hát mi olyan emberektől tanultunk, mint az Ájben Bista bácsi, meg a Hegyi Barna, meg az Illés Zsuri, meg a Badal Jancsi, azok klasszikus operatőrök voltak abban az időben. És hát mondjuk az, hogy Amerikában nagyon sok a film iskola. Igazán jó nincsen. Mondjuk az ön filmiskolájában. Egy magyar diák számára. Pénzé. Igen, az idegen kulcskérdés. Pénzzel mindent el lehet érni. Az élet az nagyon érdekes volt a számunkra Magyarországon, mondjuk a mi időinkben 51-től 55-ig voltam ugye főiskolás, és érdekes dolog az, hogy mi nagyon szegények voltunk, szóval az az összöndíj, amit kaptunk, az majdnem, hogy nulla volt, szóval tényleg olyan kevés volt az összöndíj, hogy az ember lemondott a reggelijéről, mondja, meg a főiskolán mindig etettek bennünket, mert ott volt a konyha, és hogyha az ember akart egy zoknit venni magának, akkor vagy le kellett, hogy mondjon a reggelijéről, vagy az ebédjéről, vagy a vacsoráról, attól függetlenül, hogy mennyi pénz kellett ahhoz, hogy amit meg akartál venni magadnak. A legtöbb esetben sajnos a zokni volt az, ami mindig jobban kopott, és azok voltak a legnagyobb problémáink mindig, hogy új zoknit kellett venni, és akkor nem volt reggeli mondjuk egy pár napig, vagy nem tudom én, hogy volt. De az igazság az, hogy ilyen szegény körülmények között éltünk, de én úgy, hogy visszaemlékezek arra 4 évre, talán az volt a legboldogabb időm Magyarországon, mert akkor megtanultuk azt, hogy operatőrök leszünk. És az egy olyan nagy szó volt az én számomra, és mindenki számára, hogy mi tudtuk azt, hogyha ezt a főiskolát elvégezzük, akkor mi valakik leszünk.
És ez egy nagyon érdekes dolog volt az, hogy viszont gondolok rá, hogy én soha nem jutottam volna olyan mondjuk helyzetbe, mint Amerikában, hogyha nem lett volna mögöttem a főiskola, ahol mi mindent megtanultunk. És ez fantasztikus dolog volt az időszak, amikor Magyarországon csak azt hiszem 5 vagy 6 jó operatőr volt. És az mind az 5-6 operatőr az olyan nevű volt, mint az Ájban Pista bácsi, meg az Illés Gyuri, meg a Badal Jancsi, meg a Pásztor Miki, és a Hegyi Barna. És szóval ilyen a világon sehol nem volt. Az, hogy ilyen nagy operatőrök tanítottak új operatőröket, és mindent megadtak nekünk, amit ők tudtak. Mindent az égvilágon, önzetlenül. És az fantasztikus. Ez ilyen nem létezik ma se, sehol. Mert a tanárok rendszerint Amerikában, akik tanítanak, azok nem is tudnak filmezni se. Ha filmezni tudnának, akkor ők nem tanítanának. Istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam indulgiat tibi Dominus, quid pit perpedem delit Christi. Amen. Maga ura már hiába ment orvoshoz, feketéné. Édes fiam, apád lelkét nem sokára magához veszi a teremtő. Úristen! Földet el nem viszed, Fekete Jani. Ha beledöglök, akkor sem hagyom. Nem érti, hogy nem halhat meg. Szétosztódik a föld. Értse meg! Jézus, segíts! A föld, a földem, az enyém. Hogy van? Rosszul. Te, Jani, mi lesz, ha meghal? Mert arra számítsz, ha meghal, viheted a földet. Vinnéd? Ha
Hagyjál engem! Mondjad, vinnéd a földet? Tán itt hagynám nektek, a bátyámnak. Minek? Minek neked oda föld? Nincs elég a szövetkezetben? Minek oda még? Hagy engem békén! Apádék 60 holdat szereztek össze. Tőlem meg ezt a rongyos 6 holdat is sajnálod. Erigyosz, feküdj. Te, Jani, eddig én viseltem a gondod, nem panaszkodhattál. Nekem kell a föld. Arra keresel majd, hogy éppen megélj belőle. De ha egybe maradna a 12 hold, élnél, ahogy eddig. Mindig készen várna az ebéd, vacsora, tiszta ing. A haszonbért tőlünk is megkapnád. Nagy gazdalegények nem éltek úgy, ahogy te élnél. Tele pénzzel. Aztán mi biztosítana, hogy tényleg így lesz? Mert erről írás nem lehet. Becsapnálok. Azt hiszed? Na, így feküdj. Majd holnap még gondolkozok róla. Miért holnap? Réte. Még megfázol. Bemenjek? Azt akarnád? Megegyezzünk. Élni. Én tőlem. Élni. Thank you.
forgattunk egy klipet olyan másfél évvel ezelőtt, ami hát nem is igazán mondható egy komoly munkának, inkább csak így a baráti társaság, így összejöttünk és elkészült a klip. Valival már régebb óta is együtt dolgozunk, mióta a stábiskolába jár, azt kell mondjam, ég és föld a munkái közötti különbség. Sokat fejlődött, és remélem, hogy tudunk még majd együtt dolgozni. Bali Ádám, nem ő csinálta a videoklipet a legújabb zenéhez? De pontosan ő csinálta. A Hiába könyv című dalról van szó. Az egy erős társadalomkritika. Igyekeztünk bemutatni a mai világnak a barátságtalanságát. Erre törekedtünk, és úgy érezzük, hogy ez sikerült is. Tehát erre utalna a romos gyár épület is? Igen, pont ezt szeretük volna visszahozni ezzel a képvilággal. Én úgy vettem észre, hogy elég sok autós jelent is van a klipben. Ezzel mire céloztál? Hát az autós részek azok arra azt szimbolizálják, hogy sokan külföldre mennek munkát keresni, és ott is dolgoznak, nem pedig otthon jobb megélhetés érdekében. Hogy jött neked ez, hogy rappelj vagy zenéket ír? 3-4 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni zeneírással, szövegírással, és tehát eleinte nem igazán komolyan foglalkoztam ezzel, inkább csak magamnak írtam a szövegeket, később kezdtem el publikálni, és láttam, hogy az embereknek tetszik, és támogatnak is ebben, és kb. 2 éve foglalkozom ezzel komolyabban. Értem, és mi az, ami inspirál téged ahhoz, hogy újabbnál újabb zenéket adj ki? Tehát szeretem magam kifejezni, szeretem, hogyha valami egyedi, hogyha ki tudom fejezni a saját érzéseimet, és szerintem erre egy tökéletes módszer a szövegírás, illetve a zeneírás. Értem, és kik a célközönséged, vagy tehát mik a zenei témái úgy általánosságban? Tehát szeretném az embereket kicsit így megfogni és kiragadni a mindennapok rohanásából, hogy kicsit megálljanak és gondolkozzanak. Úgy érzem, hogy próbálom minél színesebben kifejezni magam, és úgy érzem, hogy ezt értékeli is sok mindenki. Hiába a könyv, minden marad a régi, nem segíts senki, mindenki önmagát félti. Túl sok a könyv, és elázik a szív, meg hosszú az út, de megyek, ha hív. Hiába a könyv, minden marad a régi, nem segíts senki, mindenki önmagát félti. Túl sok a könyv, és elázik a szív, meg hosszú az út, de megyek, ha hív.